Államtitkár urak és asszonyok! Tegnap előtt, október 23-án 80 ezeren tüntettünk Új-Budán a Műegyetem rakparton. Diákok, szülők és tanárok közösen álltak ki a pedagógusok anyagi megbecsüléséért és az oktatás átfogó reformjáért. De nem csak az oktatás, azon belül a pedagógusok helyzete vált tarthatatlanná. A megélhetési válság fenyegetése mára mindenkit elért az országban. A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsúlyosabb válságának a kapujában vagyunk. Az éves infláció 20% feletti. Az élelmiszerárak majdnem 50%-kal növekedtek, a kenyér, a vaj, a tejtermékek ára még ennél is gyorsabban drágult. Önök azt szajkózzák, hogy egyrészt máshol is van infláció, másrészt, hogy mindez a háború miatt van, de érdekes módon sehol a régióban nincs ilyen brutális áremelkedés, mint Magyarországon. Az éves infláció Magyarországon elérte a 21%-ot. Lengyelországban az infláció 16, Szlovákiában 14, Romániában 13%, pedig a háború szerintem megegyezhetünk abban, hogy a régióban mindenkire egyaránt hat. A felelőtlen kormányzásuk árát, a Fidesz felárat nem más, mint az ország fizeti meg. Mindeközben az évszázad kampányhazugsága miatt az átlag felett fogyasztók dupla árat fizetnek az áramért, hétszeres áron kapják a gázt. Még durvább a helyzet az önkormányzatoknál. Az Új-Budai önkormányzat jövőre 14-szeres árat kell, hogy fizessen a távfőért, a tavalyihoz képest, azért, hogy a bölcsödéket, óvodákat és szociális intézményeket ki tudja fűteni. Rezsicsökkentés helyett önök brutális megszorítással várták a választás után az új-budai gyerekeket és rászorulókat. A történelmi léptékű infláció és rezsinövekedés miatt az új-budai és minden magyar család mindennapjait a félelem uralja. Félelem és kiszámíthatatlanság. Félnek attól, hogy nem tudják kifizetni a hónap végén a számlákat, nem jut elég pénz a bevásárlásra, nem beszélve egy-egy rendkívüli kiadásról, egy elromlott háztartási gép megszereléséről, egy drágább gyógyszer, a külön óra kifizetéséről. A pedagógusok már az alapvető költségeiket sem tudják fedezni megalázóan alacsony fizetésükből. De hogyan is tudnák, amikor a fizetések, nyugdíjak egyetlen év alatt 20%-ot veszítettek az értékükből, azaz az elmúlt 12 hónapból két és felett gyakorlatilag mindenki ingyen dolgozott. A kormány megszorításainak dacára Új-Budán a városvezetés mindent elkövet azért, hogy enyhíteni tudjon a nehézségeken. Új támogatásokat vezettek be, és a régieket kibővítették, hogy segíteni tudjanak. Energia, gyógyszer és élelmiszer támogatással segítjük a rászoruló családokat. Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy a megalázóan alacsony óvodai pedagógusi béreket és óvodai dolgozói béreket kiegészítsük 20-30-40 ezer forintokkal is havi szinten azért, hogy az óvodai dolgozók egyáltalán kijöjjenek a havi fizetésükből. Azt már felsoroltam, hogy mit tettünk mi Új-Budán. Nézzük most meg, mit tesznek önök kormányról. Törvénybe foglalják, hogy az egyén szociális biztonságáért önmaga felelős. Ha pedig az ember nem tudna magáról gondoskodni, akkor tegye meg azt az önkormányzat, a családja vagy a civil szervezetek. És csak ezután jön a magyar állam. Csak hogy illusztráljam, milyen léptékű képtelenség ez. Új-Buda önkormányzata éves szinten nagyjából 30 milliárd forintból gazdálkodik, amiből csak jövőre 3 milliárd forint plusz kell előteremteni a rezsijárak növekedésének fedezésére. Az állam ennek körülbelül az ezerszeresével gazdálkodik, és most a legnagyobb bajban felteszi a kezét, és azt mondja, neki csak végszükség esetében van felelőssége a rászorulók segítésében. Orbán Viktor pedig ezt még azzal is nyomatékosítja, idézem szó szerint, aki az átlag felett fogyaszt, az csökkentse a fogyasztását, vagy keressen többet. Önök idén áprilisban az elmúlt 30 év legnagyobb hazugságával nyertek felhatalmazást az ország kormányzására. Azt ígérték, megvédik a gazdaságot, a rezsicsökkentést, megvédik az árakat. De mondjuk ki az igazságot. Ma már milliók nyögik a Fidesz felelőtlen, káros politikájának a következményeit. Amit tesznek, illetve amit nem tesznek, azt nem tudom másképp értelmezni, csak úgy, hogy önök a legnagyobb szükség idején hagyták cserben a magyar embereket. És még szembe sem hajlandóak nézni a valósággal, nemhogy érdemi segítséget nyújtanának azoknak, akik bajba kerültek. Köszönöm.